Két érdekes törvényjavaslat is most a ház előtt van, amelynek jelentős Európai Uniós vonzatai vannak. Ugye egyik az alaptörvény negyedik módosításához kapcsolódó végrehajtási törvénycsomag. Ez látszólag elég szárazon hangzik, azonban azokról a szabályokról szól, amelyet az alaptörvény negyedik módosítása elhatározott. Többek között például az, hogy az Európai Uniós nyomásra a magyar kormány több tekintetben engedni kényszerült azokból az elképzelésekből, amelyeket elgondolt, akár a bírósági reformmal kapcsolatban. És itt mi mindig azt az álláspontot foglaljuk el, és most is, hogy egyáltalán nem értünk minden elemével egyet annak a csomagnak, amit a kormány megvalósított. Többek között, hogy helyén hagyta a politikailag elfogult bírókat, és nem a bírói kar egészét világította át, hanem a bírók nyugdíjazását egyfajta fűnyíró elv alapján csinálta meg, amit módosítaniuk kellett. De például azzal is részben egyet lehet érteni, hogy a túlterhelt bíróságokon valamilyen módon segíteni kell, és akár ügyáthelyezéssel is. Na most ennek a lehetőségét szabályozza részleteiben ez a törvénycsomag, aminek lényeg az, hogy egyedi ügyet már nem lehet áthelyezni, hanem csak ügytípusokat lehet átirányítani más bíróságra. A gondunk nekünk az, hogy az átirányítandó ügyek köre nagyon szűk, tehát egy-két úgymond hivatali bűncselekmény, ami végül is helyes, csak ezek nem nagyszámúak. Sőt, éppen azt mondtuk el a kritikában, hogy pontosan az a baj, hogy a politikus bűnözéssel szembeni erélytelen kormányzati fellépés miatt, az elszámoltatás elakadása miatt alig-alig van ilyen ügy. Tehát ha ezekről szól csak a törvénymódosítás, az nem igazából fogadható el. Ellenben lenne számos olyan nagy vagyoni hátrányt okozó vagyoni bűncselekmény, vagy akár minősített emberölési ügyek, amelyek viszont azért haladnak lassan, mondjuk például a fővárosi törvényszéke, mert túlterhelt bíróságról van szó. Tehát itt sokkal életszerűbb szabályozás kellene. A másik téma a Tobin ügy kapcsán. Viver Reding, igazságügyi Európai Uniós biztos nemtelen módon Magyarországot támadta, azt állítva, hogy Magyarországon nem független az igazságszolgáltatás, ezért tulajdonképpen Írország teljesen jogosan nem adja ki az ítélet a 2-3 éves börtönbüntetés letöltésére azt a ír üzletembert, aki 2000-ben elgázolt két kis magyar kisgyermeket. Ennek kapcsán a jelentés egyébként nagyon helyesen arra utal, hogy ez elfogadhatatlan, hiszen az uniós biztosnak nem magánháborút kell folytatnia egy tagállammal szemben, hanem előre mozdítani azt, ami a feladata, hogy a szabadság, igazságosság érvényesüljön az unió területén. Magyarul, ha van egy jogerős ítélet, a magyar bíróság által meghozott jogerős ítélet, akkor nem a magyar bíróságokat kell kritizálni, hanem érvényt kell szerezni annak, és el kell érni, hogy Írország kiadja ezt az embert. Nyilván a jelentés még lehetett volna teljesebb is, hiszen például európai parlamenti képviselő Morvai Krisztina fellépését és munkásságát ebben a körből teljesen kihagyták, de maga a fő üzenet az jó, és amit szintén Morvai Krisztina többször elmondott, hogy ez az ügy nem csak egy ember ügye is, és ugye a két kisgyermek szüleinek az ügye, hanem Magyarország tekintélye és egyáltalán komolyan vehetősége forog kockán, hogy képesek vagyunk-e kikényszeríteni a végrehajtást, és képesek vagyunk az Unióval szemben is akár azt mondani, hogy ne Magyarországot vegyék most már sokadik szempontból górcső alá, hiszen ugye szerdán lesz a Magyarország vita az Európai Parlamentben, folyamatosan vádpadra ültetik Magyarországot olyan ügyekért, amelyhez képest sokszorosát elkövető tagállamokkal szemben semmilyen jogkövetkezmény nincs, ez megengedhetetlen, tehát mi minden olyan fellépést támogatunk, itt a kormány sarkára állt, és végül is ez egy nagyon erélyes, jó fellépés, csak szeretnénk, ha ez teljes körű lenne, és a magyar érdekek legkeményebb érvényesítését látnánk minden téren, mindenfajta szervilizmus és beilleszkedés helyett végre legyen egy erős Magyarország az Európai Unió rendszerében, ha pedig nem megy, ha nem tudjuk a feltételeket biztosítani, a magyar gazdák túlélése, a magyar munkavállalók megélhetése, a kis- és középvállalkozások életben tartása érdekében, és a földet sem tudjuk megvédeni, akkor viszont az Európai Unión belül Magyarországnak nincs tovább helye.